Milyen átszervezéseket igényel az a tény, hogy a Győri Kórház öt megye ellátó központja lett? Hát a feladat rettetesen komoly, hiszen a mostani környezetünkben lévő és az intézményben lévő esetszámok, betegszámok és ellátandó tevékenység az körülbelül a 3-4 szerese a tavaszi legrosszabb napoknak, miközben tavasszal egyharmadával időnként 25%-kal kevesebb volt a fekvőbeteg ellátásunk, és a járóbeteg megfeleződött, szabad kapacitásaink lettek, most teljes üzemben kell egy járványügyi ellátórendszert működtetni, mint egy száz effektív ágyal. És most így, hogy öt megyének az intenzíváltását kell végeznünk néhány napon belül az egyébként hat intenzív COVID-ágyunkat fel kell 30-ra fejlesztenünk. Napközben a 150-es sürgőségbeteg forgalom mellett. Egy 150-180 beteg érkezik a járványügyi ambulanciára, tehát megduplázódott a hozzánk beérkező esetszám. Jelen pillanatban az intenzív ágyak csak nem tele vannak, a COVID-fekvő osztályokon egy 60%-os kihasználtság van, a járóbeteg pedig olyan, amit alig tudunk követni. Ez nagyon komoly erőket igényel. Mert közben még szinte mindenütt 100-105 százalékon mennek az ellátások. Valószínűleg egyszer csak lesz egy pillanat, amikor, amikor meg kell állnunk. Ez nagyon hamar elkövetkezhet a hétvégén vagy jövő hét elején. Mert most már a dolgozóink között is nagyon sokan vannak karanténban. Részben a, egy közös háztartásban élő gyerekek szülei, akiknél az iskolában pozitivitás vagy vagy gyanús esemény van. Részben egyéb szociális közösségi helyeken a civil szférában elszenvedett fertőzés okán. Tegnapi napon hat orvos és talán tíz egészségű szakdolgozó került karantén vagy pozitivitás miatt kitiltásra, és egy se az intézménybe kapta el, tehát a, a civil életben szerzett fertőzések is megtizedelik az ellátórendszerünket. Most öt megyének vagyunk az ellátói. Ajkával, Ajkai Kórházal, Magyar kórházzal közösen hozzánk jönnek a súlyos, légzési elégtelen, esetleg intenzív osztály várományos, tüdőszövődményes COVID betegek a térségből, illetve az intenzív ellátást igénylő betegek a térségből. Ajkára pedig érkeznek azok a pozitív betegek a térségből, akik nem igényelnek intenzív vagy pulmonológiai sürgős ellátást. Illetve azok a betegek jönnek még hozzánk, akik valamilyen speciális, csak nálunk elérhető ellátásba kell, hogy részesüljenek, miközben egyébként pozitív COVID-tesztjük van, mondjuk egy politraumatizált, vagy egy sztrókos, vagy bárki, akit csak nálunk tudunk ellátni. Van -e elég szakember az intenzív ágyak mellett? nem számítva azt, hogy most hányan estek ki, kb. 15-17 intenzív szakorvosra és egy 70-80 intenzív eltásban jártas szakápolóra lenne -e szükségünk, akit ide akkor tudunk működtetni 30 intenzív ágyat. 12-13 intenzív ágyat akkor is működtetnünk kell, ezt elvittük most máshova, ami a normál ellátást támogatja. A, mai napon már ehhez képest változott a helyzet, mert tegnap két intenzíves szakorvos került ki a rendszerünkből COVID pozitivitás miatt, és várhatóan ez növekedni fog. Tehát, hogy mikor jön el az a pillanat, amikor nem tudunk több beteget felvenni, az ez fogja meghatározni, hogy hányan vagyunk.